Justin Dani vagyok, és ismétlünk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy szokásos falusi napunk lesz. Igazából az a lényeg, hogy most dolgoznunk kéne a faluban, neki kéne állni a dolgokhoz. Gyors kiveszem a chestből az alapmunkás ruhánkat, és mondjuk kiveszem a gyémánt kardot, mert az fontos, lehet egy kevéske kis kaját, mondjuk ne túl sokat. És menjünk szépen farmászkodni, szedjük le így a nagyjából fontos alapvető dolgokat a farmunkhoz, mert az azért mindig is fontos. Közben hello, sziasztok falusiak, hello mindenkinek, jó reggelt. Hát nem nagyon válaszol senki, de nem baj, jó reggelt, az a lényeg mindenkinek. Nagyon izé, mogorva szomszédokat kaptam, úgy tűnik, de hát nem probléma. Én megpróbálok velük jó fej lenni, így is van szépen a krumplikat is így vissza vetegetjük. Amúgy ezekkel miket lehet cserélni? Ó, ez amúgy egész jó. Rohadt hús, meg aranyos maragra. Nem rossz, nem rossz, hello. Jó, mindegy, folytatom szépen az ilyen cuccokat. Majd amúgy kéne csinálni egy kemencét is, mert amúgy az még nem nagyon van a házunkban. Úgy emlékszem, hogy azt még nem nagyon csináltam, szóval majd kéne valami fát vágni, talán majd elmenni, meg ilyenek. És ja, majd azokat majd szépen meg kéne nézni. Na! Jó, ezeket lepakolom, mert ezek már nagyon nekem nem fognak kelleni. Gyors kajálok egyet, és elmenjek fát szedni, srácok? Vagy nem tudom, hogy elmenjek-e fát szedni, na mindegy. Mit kéne összeszednem magamnak egyáltalán? Ez mi? Valaki kopogott? Itt a pizza? Mi van? Pizza? Itt a pizza, nyissa ki. Hello, szia. Én nem rendeltem pizzát. Jó napot. Ez mi? Méreg. Miért adott nekem egy mérget? Ezt rendelte? Én nem rendeltem. Nem rendeltem semmit. Hagyjon békén. Fizessen. Nem, hagyj békén. Nekem biztos, hogy nem kell. Nem, nem. Menjen innen. De most komolyan visszaadja. Uram, én nem rendeltem semmit. Téves. Lehet, hogy a szomszédházhoz rendelték, vagy valami. Én nem rendeltem sem mérget, se pizzát. Hívom a rendőrséget? Istenem, jó, mennyi lesz az ára? Istenem, srácok, miért kezdődik egyből így? Miért kezdődik egyből így, hogy átvernek? Ja, Isten, 6 arany? Hú, de jó. Mennyi aranyunk van? 32, jól van, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaj, Istenem, nesze fogjad, menj innent, kösz szépen a semmit. Istenem, adtak nekem egy méregpotit. A szép. Viszlát, csá, uram, atyám, srácok, na jól van. Gyors, menjünk el fát vágni. Kiégek, hogy egyből így kezdődött, hogy jön egy pizzafutár és hoz nekem egy mérget, hát ez nagyon szép. Na mindegy, szedjünk akkor gyors egy kevéske kis fát, mert kéne nekem egy kemencehoz, viszont először kéne egy csákányhoz, pedig utána majd kéne egy kő. Uram, atyám, hogy bírok én ennyit beszélni, nem tudom, hogy bírtok egyáltalán engem így, kis srácok, na mindegy. Jó, ennyi nekem így jó lesz. Menjünk gyorsan, akkor egy facsákányt, aztán szedjünk gyors követ, és gyorsan meg a kemencét is kezdjük el kiégetni a krumplikat, ugyanis kell fejlődni bizony, nem szabad. Ja, ez nem az én házam, bocsi, melyik az én házam? Elhagytam, uram, atyám, meg vagyok bolondulva, srácok, azt tudom, hogy hol lakok. Na, menj, na, ez az, jó. Na szóval, akkor csináljunk gyorsan egy facsákányt. Tökéletes, nagyon jó. És menjünk el szépen gyors szedni egy kevéske kis követ. Mondjuk, szedjünk itt is szépen egy kicsikét, ássunk le így a házunk mellett, és szedjünk valamennyi követ. Tényleg nem kell sok, csak 9 darab kell hozzá, vagy valami ilyesmi. Nem kell tényleg sok, ezeket gyors kiszedjük, mert azért a Minecraftos élethez mégiscsak fontos, hogy legyen nálunk kő, kemence, mit tudom én, mindenféle alap dolog. És hát nemrég költöztem be abba a városba, szóval azért el kellenek a alap cuccok nekem, hát még egy keveset szedek, mondjuk nekem így ennyi bőven elég lesz, jó, szépen másszunk fel, így is van, jó, mindegy, épp hogy majdnem felbírtam mászni, jól van, na, gyors, akkor csak meg a kemencénket, így mondjuk ez így tökéletes lesz, ide rakom a chest mellé, és a fával elkezdem kiégetni a krumplit, nagyon jó, oké, és csináljunk még egy csákányt. És jó, van akkor egy kőcsákányunk is legalább. Na, egész jól fel tudtunk szerekezni, srácok, így már egyből az elére, ami azért egy kicsikét pozitív dolog tud lenni. Nagyon jó, nos, akkor nem már, nem már, ez van, mert itt van, itt a pizza, mit akar? Előbb volt, most ez komoly, adott nekem egy TNT-t, meg egy vörös blokkot. Ez nem pizza, tehát hogyha magának ez, fizesse ki. Uram, kérem, megkóstolná a pizzámat? Te tényleg csak belekóstolnál egy picit, kérem szépen. Kiégek, srácok, ezt próbálják nekem, ön rendelte. Mi az, hogy én rendeltem? Na jó, hú, menj innen el, nem érdekelsz. Hú, srácok, adtak nekem egy ilyet. Vidd innen el, vidd innen el, nem kell. Felrobbantalak vele én téged, hagyjál békét, 15 gyémánt az ára. Na jó, ezt nagyon-nagyon elhitted. 15 gyémántot egy
tértél meg egy vöröskő blokkért? Na jó, srácok, én ennek nem fog bedőlni. Hát én ennek nem fog bedőlni, ezt te velem ki akarod fizetni? Hívjam a 112-t? De... ember, nekem ez nincsen közöm, nem én rendeltem! Ezzel most mit tudok csinálni? Hívja fel a, mit tudom én, a főnökét, hogy itt valami nagyon nagy tévedés történt, mert én nem rendeltem semmiféle TNT-t meg ilyeneket. Ó, Istenem, akkor miért volt a maga címe a rendelésben? Hát honnan tudjam, valaki megadta, vagy... Ó, Istenem, most hogyha nem hívom ki, akkor komolyan kihívja a rendőrt rám? Ó, Istenem, srácok, miért kell ezt csinálnod? Miért kell ezt csinálnod? Fizessen, hát, nagyon jó. 15 darab gyémánt. Ó, Istenem, 15. Jaj, na jól van. Jaj, itt van 2, ez nem elég? Miért? Nem értem, miért olyan bonyolult? Hát ember, nem én rendeltem! 15 gyémánt, ez nagyon sok! Tessék, 3, 4, 5-öt kapsz! Ennyi nem elég? Hát, szerintem már ez is sok, ne rendeljen, ha nem ízlik. Nem én rendelt! Jaj, Istenem. Isten, 5 gyémánt elég? Lol. Jaj, ez nagyon jó. Bevette, easy. Jaj, Istenem, srácok, jó van. Hát mindegy, 5 gyémánt, egy TNT-re, ez még mindig rossz. De mindegy, robbantsuk már fel, hogyha akkor nálunk van. Mit tudom én, robbantsuk fel. Hol robbantsuk fel? Mondjuk itt ugye a hegy oldalánál. Itt tessék, robbantsuk fel, tessék. Ha már megvettem, akkor legalább valami hasznát vegyük. Tessék, ez az. Robbant egyet. Ó, szén. Köszönöm. Eskü még, amíg így se érte meg. 2 darab szénér? Az igen. Hát, így se érte meg, de mindegy. Jó van, akkor menjünk gyors vissza. Folytassuk a cuccainkat, srácok. Az a nézéltem, gondolkodtam úgy, hogy lassan, lehet, hogy... Istenem, már megint rossz helyre jöttem. Tehát lassan lehet, hogy nagyobb házba kéne költözöm, vagy valami, mert ez egy picikét, nem tudom. Mondjuk még ezt sem nagyon telítettem meg ilyenek, még azért annyira sok cuccom nincsen. Szóval mindegy, na, süssük ezeket szépen tovább. És mit kéne még csinálni? Tudnánk csinálni? Nem tudnánk csinálni. Mit kéne csinálnunk? Mi az, amit még ilyen falukba szoktak így, ilyen alap dolog, amit csinálni kéne? Szedjük le a maradék cuccot, de hát annyi kajánk van, hogy az életünk végéig kb. Így elég lenne. Szóval szerintem nem annyira felezé. Van itt egyetlen kovács? Valahol van kovács, srácok? Nem nagyon látom. Na mindegy. Kovács akkor nincsen, ezt benéztük, de hát ez van. Mindegy, akkor hát nem tudom. Szerintem menjünk haza. Gyors, még a maradék krumplit izéljük ki. Aztán ennyi. És lehet, hogy majd meg kéne ajándékozni mondjuk a falusiakat valami plusz utca vagy bármi. Amúgy bedrockot azért hoztam magammal, hogyha bármiféle nagyon vészhelyzet dolog lenne, hogy ide jönne valami gonosz karakter, akkor be tudjam őt zárni. Na jó, srácok! Szerintem így én ennyit tudtam csinálni úgy nagyjából így ebben a videóban. Szóval, ja, nem már. Nem már. Srácok? Srácok? Ne! Ne! Nem már! Istenem! Miért? Mit akarsz? Mi van? Hogy már? Mi a? Ne már! Mit csinált? Srácok, ez leszadnod nekem zombikat. Mi a? Mi a? Mi van? Te mit csinálsz? Te most komolyan, te mit csinálsz? Hallod? Na jó, engem most idegesítettél fel teljesen. Hát kiégek. Ez a pizza ingyenes volt. Aha, kérem, várna itt egy kicsit? Várjon itt egy picikét, kérem itt így ebben a pontban, jó? Vagy egy kicsikét nézzen, álljon ide! Vajon álljon ide! De tartszik 10 gyémánt, ha álljon oda, jó? Egy perc és jövök és hozom. Istenem, srácok, na jó van, nekem ebből elegem van, ez szerintem eléggé vészhelyzet. Uram, atyám, na jó van! Jaj, ez felidegesített, na jó. Settenkedjünk nagyjából mögé, settenkedjünk mögé és zárjuk be. Nekem ebből elegem van ebből a srácból. Fizesse már, nincs sok időm. Várjon egy picit. Jó, okés. Jaj, oké, nehogy észrevegyen. Oda nem bírom. Jó, oké, megvan. Easy. Na mi van? Ilyenkor izéljen, na várjál. Hozom a fegyvereket, várj egy picikét. Jó, Istenem. Mit képzel? Én mit képzelek? Belül teljesen elegem van. Mi van? Na mi az? De ilyenkor izéljen. Na ilyenkor spannolj el a mobokat, meg mit tudom én, mit fizettessél ki velem. Ide figyelj. Én nem rendeltem semmit, soha. Szépen hagyjál békén, mit csinál. Na figyelj, van körülbelül 5 perced, nem adok annyit. 5 másodpercet megmondani, hogy ki küldött téged. Ha nem mondod el, akkor véged. Adok 5 másodpercet, nem beszélek. Hát jó. Oké, rendben van, te akartad. Akkor én felem így is lehet vége. Mennyi HP-a lehet amúgy? Kíváncsi vagyok, még egyet belelövök. Na mi az? Ne, akkor beszélj szépen, hogy ki küldött téged. Beszélj, mondd el, hogy ki küldött téged. Elmondom. Na, gyerünk, mondjad. Ki küldött téged? Ki volt az a bátor, aki ide küldött téged? Folyamatosan, hogy szólnál a zombikat, meg mérget adj meg, TNT-t, meg mit tudom én, Entity 303?
Aha! Szóval a jó öreg entity küldte őt, srácok, hogy megöljön engem. Aha! Aha, értem, szóval te mi... Vajá, van egy tippem, te mi baj, nem is pizzafutár vagy? Én egy bérgyilkos vagyok. Ja Istenem, jó béna vagy, na mindegy. Hát kedves bérgyilkos futár, remélem, tudod, hogy... tudod mit, ugrálj egy kicsit? Ugrálj egy picikét. Kezdj el ugrálni? Ugrálj, ugrálj és kiengedlek, jó? Na, ugrálj még, úgy van, tökéletes, na! Így is van, látod mennyire jó lesz ez itt neked? Ez lesz szépen ez, így az új otthonod. Tökéletes lakóhely lesz neked. Srácok, ki égek konkrétan? Eltűnt, még mindig engem szivatgat. Hát engedj ki, hát nagyon-nagyon elhitted. Sajnálom, de nem azért mondom, eléggé... Na mi az? Mit akarsz? Haha, szia. Ó, visszaadja a gyémántokat. Tényleg, add már vissza, amiket elloptál. Hallod, dobál ki, akkor még talán engednek eskü. Jó Istenem, srácok. Na, visszadobálja. Visszadobálja, kösz. Kösz, csá! Ja Istenem! Na srácok, hát a következő videóban el fog kellene kapni entityt, mert úgy tűnik, hogy már megint engem akar megölni, meg szivatgatni. Hát ja, na jól van, a következő videóban srácok találkozunk. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hát ja, hogyha akarjátok, hogy elkapjuk, akkor a kommentbe írjátok le, és jelzétek egy like-kal, vagy ha esetleg nem tetszett a videó, akkor jelzétek egy dislike-kal. Szóval ja, találkozunk legközelebb, és légy szíratkozzatok fel, meg minden, és én Dani voltam, és még egyszer köszépen. Sziasztok!